Karácsonyi csillagvirág, mexikói legenda. Karácsony a messzi Amerikában, Mexikóvárosban is nagy ünnep. Különleges ételekkel, italokkal rakják meg az ünnepi asztalt, szép új ruhákat öltenek, és leleményes ajándékokkal lepik meg egymást. Élnek azonban Mexikóban nagyon sok olyanok is, akik az ilyen ünneplést nem engedhetik meg maguknak. Közülük is talán a legszegényebbet Ineznek hívják. Bájos kicsi indián lány, fekete szemekkel sötét arcocskáján. Még karácsony előestején is a nyüzsgő piacon bóklászott mezitláb, s bámulta a kirakott gyümölcsöket, süteményeket, sült pulykákat, virágokat. Inez egyetlen vagyona a mosolya volt, amellyel meg tudta lágyítani az eladók szívét, és ők mindig megajándékozták valamivel. Anyukája jókora zsebeket vart szoknyájára, hogy sok minden elférjen benne. Szentestén a zsebek a szokásosnál is jobban megteltek. Örült, hogy ezen az estén beteg édesanyja és testvérkéi is ünnepelhetnek. Inez boldogsága mégsem volt teljes. Mexikóban volt egy kedves hagyomány, miszerint karácsony éjszakáján minden gyerek virágot vitt a gyermek Jézusnak a templomhoz. Inez is szeretett volna virágot vinni. Néha még arról is álmodozott, egyszer majd ő, a kis indián lány nyújtja át a legszebbet. De hogyan juthatna virághoz? Az árusok pultjáról, a kerítések mögül kilógó virágokból nem vehetett el, lopott virággal nem köszöntheti Jézuskát. Kezdett szürkülni, haza kellene már indulnia, hiszen bizonyára türelmetlenül várják otthon. Ő azonban tovább bolyongott nyugtalanul, virág után kutatva. Már majdnem elhagyta a remény, amikor egy romos ház sarkánál meglátott egy bokrot, amelynek zöld levelei éppen úgy terültek szét, mint egy virág szirmai. Gyorsan letépte az ágakat, ügyesen kis csokrot formált belőlük. Valami azonban még hiányzott. Nagyot sóhajtva levette a legszebb valamit, amilyen csak volt. A haját összefogó piros szalagot, s masnit kötött a zöld ágak köré. Elégedetlen nézte művét. Jézuskának biztosan tetszeni fognak zöld virágaim a piros masnimmal. Besötétedett, hazafelé vette az irányt. Elhaladt a templom előtt, a főkapu tárva volt. Hirtelen arra gondolt, hogy így vacsora időben biztosan senki sincs odabent. Belopakodott hát, gyümölcsöktől maszatos ruhájában ánként osont a hajó oszlopai között a fényes fülke felé, ahol jászó bölcsőjében már ott volt a gyermek Jézus szobra. Mellette Mária és József. Inez könnyes szemekkel nézett a zöld ágakból való csokorra, majd a Jézuskához fordult. Nem tudok eljönni később a többi gyerekkel, túlságosan szégyelném magamat. Most hagyom itt ezt a kis csokrot. Remélem, neked így is tetszik. Csodálkozó sóhajtásoktól rezzent össze. Emberek vették körül, s mind csodálattal nézték a csokrot, amit a kezében szorongatott. Milyen szép virágok! Hol találtad őket? Sose láttam még ilyen virágokat. Inez lepillantott a csokorra, és a meglepetéstől elállt a lélegzete. A levelek élénk vörössé változtak, közepén pedig a bogyók aranyszívet alkottak. A kislány félénken a Jézuska szobor kezéhez tette a csokrot, és boldogan szaladt haza. Most már tudta, hogy Jézuska kegyesen fogadta ajándékát, és az egyszerű leveleket Mexikó legszebb virágává változtatta, melynek karácsonyi csillagvirága neve.
Az aranyszív és a piros csillagok karácsonykor még ma is a szegény kis indián lány hitének csodájára emlékeztetnek.